A beszélgetésnek meglepő módon az a címe, hogy a testről. Azért is hoz kicsit furcsa helyzetbe, mert a Nagy Gabi szervezésében tavaly áprilisban már volt egy beszélgetésünk Szilárddal, aminek az volt a címe, hogy a testről. Ez a műcsarnokban zajlott, a Marina Abramovics videó installációjának az üresség 8 leckéje, hogyha jól emlékszem. Bocsánat. Igen, az üresség 8 leckéje című videó installáció egyik kísérő rendezvényeként. Annyival könnyebb helyzetünk volt, hogy ott volt Lantos Zoltán, és zenélt a közben, tehát zenei betétek tarkították a beszélgetést, ez a könnyebbség most nem adatik meg nekünk. Arra gondoltam, hogy az lesz a szerkezet ennek a mai beszélgetésnek, hogy van pár dolog, amit szeretnék megkérdezni a Szilárdtól, ami bennem maradt az előző beszélgetés után, vagy amit még nem mondhatunk ki teljesen. Nem gondoltam arra, hogy meg kéne ismételni ezt a beszélgetést, akkor se, hogyha mondjuk senki nem hallotta korábban. És ilyen kicsit keresztültéteses jellegű lesz, tehát beszélgetünk, utána Szilárd felolvas, beszélgetünk, én felolvasok valamit, és még egyszer, tehát három ilyen rövid részből fog állni. Viszont én felolvasással kezdeném. Az Akár Akárki című Borbé Szilárd színmű, nevezük színműnek, moralitás játék, egyik betét versét olvasnám föl, és ennek a kommentárját szeretném utána a szerzőtől kérni. Az a cím ennek a versnek, hogy a Gólem dala. Az ember teremtésekor előbb az agyag és a por beszerzésével volt a gond. És ekkor így szólt a vakond. Én tudom, hol van jó agyag, de keressed meg te magad. Emberre nincs semmi szükség, gonoszak és arra büszkék. De Isten ezt nem hihette, a vakondot megbüntette, és kereste a zsíros földet, majd ráköpött egy hegyes bölcset. És addig dolgozott vele, míg elkészült a test neve. A homlokára írta férfi, de látta, hogy nem fog kiférni, ezért egy másikat csinált. De akkor már a férfi járt, és összetaposta a kertet. Az Istennek se tartott rendet. Csak cammogott, csak lépkedett, próbálgatta az életet, de nem volt benne semmi rend, és az éden lassan tönkrement. Aztán a nő rendet csinált, mert feltalálta a halált. Így lettek egyre többen ők, a gólem és a törtetők. A csontokon a hús lötyög, a világ így is elzötyög, por és agyag, egy gólem ennyi, és a szenvedés ma már nem trendi. Tehát azt hiszem, hogy ez mint hogyha erre a beszélgetésre írtad volna, vagy erre a témára, mert annyi kérdést érint ez a kis láthatóan ironikus vers, amiről egyébként ma is esett már szó a kerekasztalok során. Aha. És akkor most én hallható ez öncsön bekapcsolva. Én tudok hangosabban is beszélni. Hallható. Most a beszélgetés tárgya a test, akkor ahhoz kellene nekem ezt kapcsolódni ezzel a... Én inkább kiveszem, mert így nekem kényelmesebb lesz. Igen. Most én úgy tudnám kommentálni, hogy hát igazából ez egy helyettesítő dal, hogyha a helyét kerestük, vagy a helyét nézzük. Hát önmagában a dal egy ironikus, kicsit gúnyoros dalbetét ebbe az Akár-akárki című moralitás játékba, amelyik mindenféléket körüljár, de leginkább talán a test környékén kutakodik. Eredetileg itt volt egy Reteget Iván dala című dalbetét, amelyik megjelent a Szombatba, amelyik egy háborús bűnös Reteget Iván néven ismerté vált gyilkosnak a szintén furcsa feldolgozású dala volt, és annak a helyére került. Tehát egy behelyettesítésről van szó.
Tehát ott volt valami, és annak a helyére került valami más. Hát ettől még ugye nem lettünk okosabbak, de az egészbe az úgy illeszkedik bele, hogy ez az akárki, hát bonyolult lenne ebbe belekezdeni, meg én nem is vagyok erre hivatott, igazából meg akarja fordítani, vagy azt tűzte ki a céljául, hogy megfordítja a hát mint általában megfordítódik valami, és ebben az esetben a testről való beszéd esetében megfordítódik a szentnek elgondolt test és ennek a lerombolása. Vagyis, hogy ami ebben a 3-4 szereplős darabban, ugye mindig van egy halott jelen, a halottnak a teste az mindig ott van a színpadon. Ezt értelmezik, akik jelen vannak, a 3 másik beszélő, és erre vonatkoztatva vesznek ugyan végig, és mondanak dolgokat hagyományos témákról, gondolatokról, teológiai, meg egyéb ilyen dolgokról. Hát nem tudom, hogy sikerült valamit ebből. Ugye maga az a kis vers is eleve fölvet olyan kérdéseket, ami a testnek a testnek egy olyan értelmezését, vagy olyan kontextusát teremti meg, ami erősen kapcsolódik a teológiához, vagy teológiai fogalmakhoz. No, ma pont arról volt szó ezen a műcsarnok beli beszélgetésen, azt mondtad, hogy ma úgy néz ki, hogy a test az inkább tabuk gyűjtőhelye volna, és a teológia sem igen tud, vagy akar mit kezdeni. Mondjuk azzal a ténnyel, hogy nem pusztán a lélek föltámadása van megígérve, hanem a test föltámadása is. Ez egy elég zavarbaejtő ténynek tűnik. Hát nem tudom, teológusok tudják jobban, vagy gyakorló lelkészek, mondjuk a római katolikusoknál, hogy ez jelente problémát a lelki gondozásban. Például a gyóntatás gyakorlatában, a lélekvezetésben. Én azt gondolom, hogy igen, mert sok minden, ami én például görögkatolikusnak lettem nevelve, és én jártam rendesen hittanra, és mindenféléket meg kellett tanulni. Most nemrég kezembe került egy ilyen egykor használt hittankönyvünk, katekizmus, és ott hajmeresztő dolgokat olvastam vissza, amit én valószínűleg gyerekkoromban is szépen megtanultam. És ezek között a test szerinti föltámadás, amit ugye mindig el kell mondani a liturgiában, a hiszek egyben, meg kell erősíteni ezeken az alkalmakon, hogy én hiszek ebben. Na most nekem ezzel a mondattal régóta erős problémám volt, már azt hiszem, hogy kamaszkorom óta, hogy ahogy tehát eltűnt a vallásos gyakorlat mögül az a nagy tér, ami ezt problémátlanul elfogadhatóvá tehette valamikor, nem tudom, hogy mikor. Azzal együtt, ahogy mi például, amikor én iskolába jártam, és jártam ilyen oktatásra, akkor az iskolában egy természettudományos világképet tanultunk meg, és aztán el kellett menni délután a templomba, vagy a parókiára, ahol ez egy homlok egyenest más elgondolás szerint kellett valamit megtanulni és visszaadni, és ez a kettő ez nem állt semmiképpen egymással kapcsolatban. Na most, amikor ha van itt olyan, aki átesett ilyenfajta folyamaton, az tudja, hogy egyszer eljut az ember oda, amikor ezt zárójelbe teszi. Azt mondja, hogy igen, van az iskola, és van a hitélet. Van az, amit ott mondanak, és van, amit én gondolok, meg ami a kultúrámból következik. A kettő között nagy a feszültség, de ez egy skizofrén helyzet, hogy ott annak kell megfelelni, és itt valami más életünk van. Sok mindent meg tudtam oldani, kivéve a test szerinti föltámadásnak a mondatait, mert hogy ez képtelenségnek tűnik, képtelenség elgondolni, és képtelenség, aztán leginkább képtelenség ezt összekapcsolni az irodalmi nyelvhasználattal. Hát ugye a délutáni beszélgetésből azt le lehetett szűrni, meg én is gondoltam, hogy a test az voltak éppen egy kulturális viszonyfogalom. Tehát különböző
problémáknak a gyűjtőhelye. Ugye a test az egy térbeli fizikai létező, egy pusztulásra ítélt valami, a fájdalomnak, meg az örömnek is a helye, valami olyasmi, ami az identitásunk rögzül, ugyanakkor ez a test folyamatosan változtatható, megújítható, átalakítható, ugye másról se szól mondjuk a konzumkultúra, mint a test folyamatos frissítéséről, vagy fiatalon tartásáról, vagy szexin tartásáról. Tehát nagyon, hogyha ugye azt jelenti ki, hogy megvan ígérve, hogy feltámadunk testbe, akkor meg lehet kezdeni, de melyik? Melyik testben az embernek nem egy teste van egész életünk keresztül, hanem egy változó. Ugye élethelyzetenként, szituációnként változik, hogy mi az, hogy a tested. Igen, nyilvánvalóan ez is egy kérdés lehet, ami szöget üt az ember fejébe. De nem, én még, hogyha a testről beszélünk, és akkor a saját emlékeimre gondolok vissza, az én gyerekkoromban vezették be valamikor azt, hogy legalábbis falun, városon, nem tudom, hogy volt, hogy a halottat egy idő után már nem lehetett a háznál felrovatalozni. De elég sokáig lehetett. És az én nagyszüleim, dédszüleim, meg mások is, ott voltak az első szobában, a tiszta szobában felrovatalozva, és volt egy olyan szokás, a siratásnak a szokása, amikor összegyűltek, és voltak hivatásos siratóasszonyok, akik körülvették ezt a akkor már megmosdatott, fölöltöztetett, kiterített testet, és ott történt mindenféle dolog, ott beszéltek. Volt ennek az egésznek egy rituália. De hogy ott volt ez a halott, aki körül zajlott az élet. Tehát ami ott mást jelentett, az a testről, a testtel való találkozásnak egy egészen más viszonya volt ebben a világban. Én nem gondolom, azt gondolom, hogy tehát egy tradicionális, egy ilyen fajta paraszti kultúrában, vagy egy olyan a romló, bomló és lepusztuló, szenvedő testtel való együtt létben, valamiképpen ez természetesebbnek tűnik, mert hogy ez nincs eltávolítva. Tehát nem veszik el annak a tapasztalata, hogy valaki ott folyamatosan szenved, valakinek a leépülését végig kell követni, és abból részesülni kell a gyereknek is, meg mindenkinek. Tehát hogy ez részévé válik. Nincs eldugva előlünk. Nem volt eldugva, vagy a test eleve természetesebb dolog volt. Tehát ami, nem tudom, miről volt szó, azonban a beszélgetésben, hogy attól kezdődően, hogy ezeket mind kivonták, hogy a halottat el kell vinni, hogy a betegek el vannak valahová szortírozva, hogy a fogyatékosságot, különösen a Kádár korszakban azt, hogy elrejtették, és mindenféle ilyen abnormalitást, a familiaritás, a testnek a természetes volta is eltűnt. Tehát ameddig, ahogy úgy lehetett élni ezzel a kérdéssel együtt, hogy az természetes dolog, hogy az pusztul, hogy az változik, hogy ez nem probléma. Tehát attól kezdve probléma, amit mondasz, hogy azt konzumálásnak a tárgya, hogy az vágynak a tárgya, hogy az folyamatosan frissen tartandó, hogy onnantól kezdve már kívül van helyezve, tehát el van tőle távolítva. Tehát például nálunk a falu, ugye mindenki egyforma volt. Tehát nem volt az emberek között különbség, mert a ruházat, az öltözködés, a viselkedés és az egész habitus az emberek között testileg sem tett különbséget. Gyakorlatilag alig. Arról is beszélt, azért tudom annyira, hogy miről beszéltem, mert készült egy hangfelvétel, és azt visszahallgattam. Készült. Arról is beszélt, hogy az evangélium a testet templom metaforaként írja le, ami egy kitüntetett dolog, és egy olyan dolog, vagy olyan objektum, aminek a tisztán tartása az feladatként feladott. Azt is hozzáfűztet, hogy magának a fogalomnak, tehát a testfogalomnak a tisztán tartása is fontos volna. Én annyira nem vagyok otthon a teológiai dolgokban, de ez nekem mindig kérdés volt, hogy szöget jut a fejembe, hogy jön maga ez a romlandó
romló, folyamatosan változó emberi test, ami tulajdonképpen az anyagi vagy állati világhoz szorosan hozzá köt minket. Hogy jön ahhoz a tényhez, hogy jön mondjuk az Isten képiséghez, hogy az Isten a saját képre és hasonlatosságára teremti az embert, akkor mit kezdjünk a testtel? Hát ez a teológusoknak való kérdés. Én inkább a másfelől próbálnék ehhez közelíteni. Ami engem inkább érdekel, vagy amit én meg, amihez inkább van valami közöm, az a költői beszéd felül. Tehát engem egyszer kezdettől fogva az foglalkoztatott, hogy hogy lehet olyan szöveget írni, költői szöveget, amiben a testtel való foglalkozás az a nyomot tud hagyni a szövegen. Hogyan lehet beépíteni abba a szövegszerű valamibe, amit versnek mondanak, vagy költői szövegnek mondunk, hogy azon nyomot hagyjon az, ami a testszerű létezés. Mert hogy mindaz, amit a magyar költészet hagyományosan így beszél, az mindig valami elvont dolog volt. Tehát, hogyha mondjuk a szerelemről van szó, vagy a másik testéről, mint a szerelmes testéről, az nem egy konkrét test, az soha nem konkrét test volt, hanem valami nagyon elvont dolog. Hogyha aki beszél a versben, az én, az is, hogyha önmagáról beszél, akkor soha nem vonta be a testet. Nem lehetett annak a nyomát sem látni, vagyis én azt gondoltam, nem lehet nyomát látni annak, hogy aki beszél, az önmagára testként is reflektál, hanem hogy elvontam beszél mindig. Azt hittem, hogy mondani akartál valamit. Na most onnantól kezdve, amikor engem az foglalkoztatott a hosszú napel esetében, vagy még előtte, hogy hogyan lehet ezt megoldani, akkor ez egy másik nagyon nagy kérdés volt számomra, hogy ugye a rendszerváltás környékén is után, hogy amikor a 80-as években elkezdtem olvasni lírát komolyan, és akkor azon gondolkodtam, hogy én hogyan tudok lírát csinálni, akkor egy ilyen furcsa költészetet találtam a folyóiratokba, amelyeknek ami egyszerűen hazugnak tűnt, mert hogy egy dolgot nem vett számításba, hogy van egy olyan tapasztalat, amit a holokauszthoz kapcsolhatunk, és az nagyon élesen megérintett valamit abból a dologból, amit mi keresztényként testnek gondolunk el. Most ez a tapasztalat nem hagyott nyomot az elmúlt 50 év alatt, gondoltam én 80-as évek vége felé. De hogyan lehetséges az, hogy egy 19. vagy egy ilyen klasszikus avantgárd típusú költői felfogás működtet egy nyelvhasználatot 50 éven keresztül, és Pilinszkin kívül nincs nyoma annak, hogy itt van valami, amit meg kellene, körül kéne járni, akár csak a poétika felől is, másfelől is. Ha ezt a történetet megpróbálom visszabogozni, akkor én a 80-as évek vége felé egy Pilinszki megállt a vigília is egyfajta ilyen keresztény, egzisztencialista hangulat felül gondolkodva mindenről, azt gondoltam, hogy ez vészesen hazug dolog, hogyha ezeket nem próbáljuk meg tematizálni, hogyha nem bonja be a költői beszéd, hogyha nem szembesíti a költői hagyománnyal. Most ez nagyon érdekes volt, hogy a magyar barokk költészet viszont a szövegekben, a barokk szövegekben például ott egy igazi testről van szó. Tehát ők Krisztus testéről beszélnek, de az egy tapintható, a szövegek által is érezhetően ott van valami. Mert hogy akik beszélnek, azoknak van tapasztalatuk arról, hogy mi az igazi test. Mert hogy valóban találkoznak szenvedéssel, találkoznak pusztulással, találkoznak gyilkossággal, találkoznak kegyetlenséggel, kínzással, ami nem adatott meg a holokauszt után, tehát a 45 után, a háború után a fölnövő nemzedékek, meg a beszédet uraló
közmegegyezés. Ugye ezt kiszűrte, kivonta, tabusította, és a testnek a szenvedését, egyáltalán a test kritikáját, a lírában használt test fogalomnak a kritikáját, ezt nem akarta látni. Zárójel nyílik, vagy lábizet, egy egyszerző eszembe jutott, aki talán nem illeszthető bele teljesen abba a hagyományba, ami az általános, a testet általános tárgyat, és egy általános testről beszél, Petri. Hogy Petrit ebből a szempontból hogyan tudnád Petrinek a testről való beszédét, hogyan tudnád elhelyezni? Hát ez egy egészen más világ. Tehát, hogy nekem a Pilinszky féle vers nyelv volt a természetes. Most amikor a Petri féle líra, az végtelenül vonzó, nem tudok ilyen kérdésre hirtelen válaszolni, hogy a testtel kapcsolatban hogy is gondolható ez. Aztán azt eszembe, hogy a Petri versében szerintem nem általános testekről van szó, nem a... Hogy amikor Peti egy nőről ír, vagy ugye hát élete végén a saját testére, az nem egy általános tárgyát tett test, ami mondjuk a csodálatnak a tárgya, vagy a vágynak a titokzatos tárgya volna, hanem a konkrét emberi testek. Ezzel csak egyet érteni tudok. Jó, akkor még valamit kérdeznék a verssel kapcsolatban. Tehát a Gólem című verssel kapcsolatban. Ugye, hogy ebben a versben gólem lesz az Isten által meggyúrt ember szoborból. Ugye a hagyomány szerint a gólem az éppen, hogy nem teremtett lény, hanem valamiféle mágiával értekeltett anyag volna. Tehát hogy hogyan, miért gólemként jelenik meg a férfi ebben a versben? Hát ez egy nagy csúsztatás, illetve tehát ennek az drámai játéknak az összefüggésében azt hiszem, hogy van. Hát ez jogosultsága annak, hogy ez itt megjelenik. Mert az egész szöveg az azt próbálja körüljárni, vagy azt piszkálja, hogy egy moralitás játék, illetve egy Brechti típusú dramaturgiát használ, és a halálról, meg a testről beszél. És ezeknek a közhelyeit, hogyha tudatosan próbálom átfordítani, akkor azokat a közhelyeket, amelyek most talán tekinthető kulturális közhelyeknek, azokat veszi kritika tárgyává, vagy teszi kritika tárgyává. Na most az egyik ilyen tovább létező, mondjuk, hogy kulturális közhely, ami a teremtésnek a mítosza, vagy a teremtés történet bibliai elbeszélése. A gólem történet az egy másik dolog, az mágiához látszik kapcsolódva lenni, de biztos-e az, hogy amit a teremtés történet elmond, az nem mondható el a mágia felé, vagy pedig ez az egész történet, a teremtés történet, már elveszítve a Bibliának a szakralitását, meg egyáltalán azt, hogy ez egy univerzális kód volna, és elhisszük azt, amit mond mindannyian, ugyanolyan tisztelettárgyaként tekintünk erre a bibliai teremtés történetre, mert valószínűleg nem, ahogy nem biztos, hogy már maguk a hívők, gyakorló hívők is hisznek a test szerinti föltámadásba, és erre készülnek, vagy mindazokban a teológiai dogmákban, amelyeket az egyház továbbra is fönntart, és elvileg aki az egyháznak a tagja, az osztja ezeket. Ha ez nincs így, akkor nagy valószínűséggel a szövegnek az értelmezése sem állja meg a helyét. Nekem eszembe jutott valami, hogy ma gondolkoztam ezen a versen, el is mentem sétálni a tópartjára, hogy gondolkozok, de olyan meleg volt, hogy 5 perc után visszafordultam. Ez elég volt az, hogy eszembe jusson, hogy milyen hülye vagyok, hiszen
Én foglalkoztam elég sokat egy regénnyel, a Mary Shelley Frankenstein című regényével, ebből írtam a szakdolgozatomat. Annak idején, ami ugyanezt a történetet meséli el, és hát, és hogy most jutott eszembe ma délután, hogy erről ugye lehetne, de hát nem már később volt, hogy utána olvassam, hogy mit is írtam én erről. Ugye az a Mary Shelley történetében az a intellektuális csapda, hogy a Viktor Frankenstein megalkotja a saját teremtményét, és a teremtmény fölépít a saját személyiségét, a késő 18. századi ismeretelméleti modellek alapján, ugye egy tabula rasa a személyisége, elkezd különböző érzéki benyomásokat szerezni a világról, ezeket összekapcsolja, ezekből különböző morális következtetéseket mond le, arra belátásra jut, és racionális módon az ember egy közösségi lény. És ez a szerencsétlen teremtmény, mint ugye az ő elbeszéléséből megtudjuk, kívülreked az emberi közösségen egyetlen egy ok miatt, azért, mert iszonyatosan ronda. Tehát olyan ronda, hogy aki meglátja, visítva menekül előle. Semmi más baj nincs ezzel a figurával a története, a saját története kezdetén. Ugye ezzel az egyetlen dologgal, hogy a Rude-nak, a fenségesnek az esztétikáját Mary Shelley behozza a történetbe, ezzel szétrobbantja ezt az antropológiai optimizmusát a saját korának. És az is nagyon érdekes benne, ami eszembe jutott, hogy ugye az egész mégiscsak egy tanmese, tehát nem tudom, hogy kinek mennyire van meg a könyv, ugye ez van egy kerettörténete, ez a Walton kapitány nevű figura, aki értesül először a Viktor Frankenstein történetéről, ebbe beékelődve a teremtmény történetéről, tehát ugye a másik nézőpontból is, és a végén ugye maga a teremtmény is megjelenik szemtől szembe, és mindezek után ez a Walton kapitány úgy dönt, hogy visszafordítja az expedícióját, nem keresi meg az éjszakon a nem tudom micsodát, az északi sarkot, vagy hova menne, tehát hogy ilyen jeges-tengeri expedíció volna. Úgy dönt, levonja a tanúságot ebből a történetből, hogy nem próbálja az emberi tudás vagy tapasztalat határain túl próbára tenni magát, hanem megmarad ezek között a keretek között. Tehát egy nagyon bonyolult intellektuális konstrukció volna ez a regény, ami voltak éppen ugyanezeket a témákat pendíti meg. Kérnélek meg rá, hiszen ez nem kérdés volt, hogy olvass fel a Nincstelenek című regényedből. Egy frissen megjelent regény Szilárdnak. A szöveg a könyvnek az elejéről olvasok föl. Röviden. Megyünk és hallgatunk. 23 év van köztünk. A 23-at nem lehet osztani. A 23 csak magával osztható, meg egyjel. Ilyen magány van köztünk. Nem lehet részegre bontani. Egyben kell cipelni. Visszük az ebédet. A földhányáson megyük. Mi úgy hívjuk Gorond. Az Ogmand gorondja. Erre járunk, amikor az erdőre megyünk fáért. Néha a szomog alaposa felé kerülünk, hogy a kabuló úton mehessünk. Mert az nem olyan sáros. Mi úgy mondjuk pocsétás. Máskor a Gróferdején keresztül végig a Palló úton. Anyám feje kendővel van bekötve. Mi keszkenőnek mondjuk. Az asszonyoknak be kell kötni a fejüket. A vénasszonyok az álluk alatt csomózzák meg. Nekik feketét kell hordani. Az anyám kendője színes. Hátul a konty alatt köti meg. Nyaranta könnyű háromsarkos kendőt visel. Fehér alapon kék pöttyös kendőt. A Kölcsei vásárban kapta apámtól a múlt évben. Anyámnak gesztenye barna haja van. Vöröses gesztenye. Nem minden gesztenye vöröses. Ősszel szoktuk gyűjteni a nővéremmel. A faluban egyetlen gesztenye van. A Barkóczi major helyén maradt meg. A többit kivágták a háború után. A mindig vizes földben csak a nyárfák bírják. Na meg a fűzfák. Mi úgy mondjuk ficfák. Tavasszal könnyű sípot, ficfa sípot csinálni. Azt fújjuk, hogy bosszantsuk anyánkat. A kutyákat meg a szomszédokat. Ősszel el szoktunk szökni az egyetlen gesztenyefához a kepesz gyepén túlra.
a kertek alatt lopakodunk. A hatalmas fa ötújú levelei nyár végén száradtan hullnak le, mintha óriások levágott kézfejei hevernének az avarban. Tavasszal virága fehér gyertya, zöld kopáncsa sündisznó. Gyufaszálból csinálunk neki lábat. Anyámtól elkérjük az elgyújtott gyufaszálakat. Csak anyánk nyúlhat a gyufához, mert az pulyának nem való. Kés, villa, olló, pulya kezébe nem való, kántálja anyám. Anyámnak napközben konyba van a haja. Ha leereszti, akkor éjszaka lesz. Én szoktam fésülni, szeretem fésülni. A szarufésű széles rései között siklanak a csillogó szálak. Fényesek, mint az éjszaka. Csillagos az ég, és jó szaga van. Fűszaga, kenyérszaga, tejszaga. A szarufésítől undorodom, leölt állatokra emlékeztet. Mindig fekete kosz van a résekbe ragadva. A zsíros korpa és a por rakódik le, azt tapad így össze. Az asszonyok konyba tekerik a hajukat a kendő alatt, szarucsattal fogják össze. Nappal az anyám haja is el van rejtve. A nővére mi még nem. Szombatonként mossuk a hajunkat. Este a konyha földjére tesszük a mosóteknőt. A platton forralunk vizet, aztán egymás után fürdünk benne. Előbb a nővérem, majd én, végül anyánk. Mindannyian olajsamponnal mossuk a hajunkat. A literes fazékkal öblítjük le. Ettől egyforma a szagunk. Amint beléphek az ajtón, egyből érzem. Másoknál másféle szag van. Most rőzséért megyünk az erdőre. Sötét kendő van anyámon. Vastag gyapjú kendő. A vastag szürke kendője. Most ő is az álla alatt kötötte meg, mint az öregek, hogy melegítse a fülét, mert még hideg van. Mindig fázom, fogom az anyám kezét. Az ő keze meleg, az enyém jéghideg. Ha valamit cipel, akkor zsebre dugom a kezem. Mindig cipel valamit. Ilyenkor a zsebembe melegítem az ujjaimat. Fáznak a körmeim. Nem értem, hogy fázhatnak a köröm. Ezen a gondolkodom, miközben igyekszem lépést tartani anyámmal. Nyáron aratás után kalászt szedni megyünk. Arra gondolok, hogy de jó lenne, ha már nyár lenne. Legtöbbet a tarló szélén lehet találni. Akkor legalább meleg van. Olyankor meg azt nem szeretem. Nektek semmi se jó. Ha seggeteket tűvel szurkálnák, annak se örülnétek, mondja anyám, és nevet hozzá, mintha vicceset mondott volna. Pedig nem az. Megyünk a járdán, és didergek. Mindig didergek. Fázik a kezem, meg a cipőben a lábujjam. A drótkerítés lyukaiba a pókhálókat kirajzolja az úzmara. Most jól láthatóak a kuszavonalak. Azt játszom, hogy a mutatójam hegyét beledöföm, és akkor varázsütésre eltűnnek. Elég egy szálat elszakítani, hogy szétomoljon az egész. A szálak elszakadnak, az úzmarak kis tájcukorra emlékeztető szemcséi lehullnak a földre. A drót zörgése miatt néha a kutyák is előszaladnak. Ha anyám hagyja, akkor botot vagy pálcát húzok végig a dróton. Ilyenkor a legtöbbnek nincs kedve ugatni. Néhány kutya a kerítés túloldalán kísér bennünket, míg el nem hagyjuk a portáját. Ezek az ideges kutyák. Mi úgy mondjuk csihések, vicsorognak, hófehér fogaikat mutatják, toporognak, remegnek a dühtől. Ne isztikéld őket, mondja anyám. Nem isztikélem, válaszolom és behúzom a nyakam. A szemem sarkából anyám kezét figyelem. A bal oldalán állok. Bal kézből nem szokott ütni. Fellélegzek. Ne hazudjál, mondja. Csak a pókhálókat ütögetem, mondom. Anyám nem szól semmit, durván maga felé ránt, és megszaporázza a lépteit. Te rossz pára, mondja. Ilyenkor nem haragszik, amikor azt mondja, hogy rossz pára. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy maradjunk is kicsit ennél a könyvnél. Ez egy önéletrajzi könyv? Hát nagyobb részt igen. Tehát úgy életrajzol, hogy minden, ami benne van, az nagyobb részt megtörtént, de nem úgy, ahogy le van írva. Annak, aki nem ismer a könyvet, ugye annyit el lehet árulni, hogy egy gyereknek a világát tárgyal lény. Tehát ugyanez a beszélő, aki ebben a részletben beszélt, ez beszél mindvégig, legfőképpen a szüleihez való, és a faluhoz, és az a szűk környezethez való viszonyáról beszél, és ugye nem is lép ki ebből, tehát a történet, vagy a könyv végére sem kapunk egy felnőtt, vagy egy olyan elbeszélőt, aki képnek. Tehát
egyszerűen szólva egy gyerek beszél végig a saját kis világáról. Írtál ehhez a könyvhöz egy elveszett nyelv címmel egy ilyen szerzői esszét, vagy utószószerű eszét, ami nincs benne a könyvben egyébként, és ott azt írod, hogy te áruló voltál, vagy árulója voltál ennek a világnak, ennek a falusi világnak. Ezt hogyan kell érteni? Hát sajnos abban az értelemben, hogy van egy zárt világ, van egy saját történet, ami a mi történetünk volt, és azt igyekeztünk mindig elleplezni, vagy elrejteni. De nem ez az igazi, ami engem fölzaklatott, amire végére értem ennek a szövegnek. Az igazi probléma, az inkább morális természetű probléma, hogy mondjam, nehéz arról beszélni, amikor végig gondoltam, hogy a menet közben, amikor ezen a könyvben dolgoztam több évig, hogy a szegénységről, elesetteknek a világáról beszélni irodalmi szövegek, azok leginkább a kívülálló módján tudnak, mert hogy ami közhelyszerűen eszünkbe juthat, efféle megfontolásokból, hogy belülről azok, akik átélik a maguk nyomorúságát, azok általában nem rendelkeznek ahhoz, hogy azt el is mondják, hogy a szegénységnek általában nincs meg a maga elbeszélésére a saját nyelve, mert az nem érthető a többiek számára, azt csak át lehet élni. Na most az én gondom az volt, hogy ezt a történetet hogyan is lehet elmondani, hogy lehet arról egy olyan világról beszélni, amiben mi éltünk, a szüleim élt, meg egyáltalán az a falu élt, mindenki, aki ott körülvett bennünket. Hogy erről dokumentum szintjén lehet, vagy szociográfia szintjén lehet, vagy efféle nyelven lehet beszélni, akkor az egy tiszta helyzet morálisan, mert van egy szaknyelved, és akkor fogod, és akkor leírod egy szakma szabályai szerint, itt a tárgy, és itt a megfigyelő, és akkor ez el van mondva. Mindig jön valaki kívülről, és akkor ránéz a benszülötteknek az ilyenfajta világára, és van neki egy morálisan tisztázott viszony ehhez az egészhez. Most az én viszonyom viszont nem ilyen. Megpróbálok úgy tenni, mint aki kívülről mondja ezt el egy kicsit, tehát eltávolítani úgy, hogy az irodalomnak a nyelvét használom. De minden mondatnál az volt a kérdés, hogy ezt lehet-e így mondani, mert hogy ezt mondhattuk-e így, vagy mondtuk-e így, én mondtam volna így. Nyilván nem az volt az igazi kérdés, hogy ez dokumentum szintjén igaz legyen, hanem hogy az egésznek a szelleme, vagy a lelkülete, hogy az megállja a helyét. Tehát nem azt akartam szimulálni, hogy ez egy 5 éves gyereknek az elbeszélése, hanem egy későbbi elbeszélés, visszatekintve, hogy egy 5 éves az mit élt át, amikor később elmondja valaki, aki már csak visszaemlékszik arra, hogy egy 5 éves mit élhetett át. Ez nem ugyanaz a pozíció. De mégiscsak el kellett olyan dolgokat mondani egy másik nyelven, ami ha a szüleim élnének, és akkor ők ezt látnák, vagy hallanák, akkor valószínűleg fölzaklatnák magukat, és úgy éreznék, hogy ez nem megengedhető, hogy ez árulás. És azt hiszem, hogy ez az is. Ugye azt írod, idézek ebből egy elveszett nyelv című szövegből, nekem miért nincsenek emlékeim, és miért érzem úgy, hogy nincsenek emlékeim, mire is emlékszem valóban, vagy kinek az emlékeire emlékszem, a sajátjaimra vagy a szüleimére. Amikor ezeket a kérdéseket feltettem, már régóta tudtam, hogy migráns vagyok. Kulturális migráns, akinek el kell tüntetni az árulkodó nyomokat, amelyek a múltja felé vezetnek. Azért ebből a szövegből valamiféle
lelki furdalás hallatszik ki, vagy ugye legalábbis egy olyan helyzetnek a szemrevételezése, ami ismét visszavett ez az árulás fogalmához, tehát hogy egy olyan világról ad számot, aminek része voltál, de aztán kiléptél belőle. Igen, mert tehát az elvegyülni, kiválni logikája az mindig az, hogy letagadni először, eltüntetni a nyomokat, és aztán mégiscsak mindig visszajön valami. De ahhoz, hogy ezt az egészet végig lehessen csinálni, ahhoz valamikor el kell felejteni, el kell szakítani azokat a szálakat, azt gondolom, amelyek oda kötik az embert. Tehát konkrétan az a világ, amiben én születtem, az egy nagyon egyszerű paraszti, vagy ilyen félparaszti, nem tudom milyen eldugott falunak az ilyen időzárványa volt, és akik ott éltek, azok magukat a hivatalos világgal szemben fogalmazták még mindig. Tehát vagyunk mi, és vannak az urak. Van a falu belső világa, ahol betolakszik valami pap, vagy pártitkár, vagy nem tudom micsoda, de ez a világ, ez attól függetlenül túléli ezeket, ezek eltűnnek, és az urak azok mindig jönnek, mennek, de mi vagyunk, akik itt maradunk. Ez azért nagyon érdekes, mert ugye mikor játszod, hogy a 60-as évek vége, 70-as évek legeleje, valahogy így lehetne belőni, ugye azért mégis a Kádár rendszer ugye nagy modernizációs hullámának a csúcsajáratása lenne a 60-as évek, erről könyvek szólnak. Én találkoztam tavaly egy nagyon érdekes könyvvel, az a Csák Gyulának, hogyha jól emlékszem, a Mélytengeri Áramlás című könyv, ami éppenséggel arról szól, hogy a modernizáció, a 60-as évek modernizációs hulláma, és a 60-as évek TS, ugye már nem az erőszakos TS szervezésről beszélünk, hanem modernebb szerkezetről, ez hogyan tünteti, számolja föl a régi életformának a nyomait, illetve hogyan iktatja ki azokat a gyökereket, amelyek ezeket az embereket a régi életformához kötik. Itt meg pontosan az ellenkezőről van szó, mintha nem fogna ezeken az embereken semmiféle intézményes modernizáció, mintha csak egy még erősebb gyanakvást vagy bizalmatlanságot váltani ki belőlük. Hát két világ volt egymás mellett, volt az idősebbek nemzedéke, akik mindezzel szemben álltak, és megfogalmazták, vagy hát nem fogalmazták meg, mert nem fogalmaztak meg ilyeneket, de hogy hát a 60-as évek közepe, 60-as évek második fele, amikor én ezt láttam, és amennyire vissza tudok emlékezni, és rekonstruálni tudom, hogy mi történt, akkor igazából ez még az idősebb generációban egy ilyen kivárás volt. Tehát, hogy van ez a kísérlet, amit a párt erőltet, meg ez akkor éppen Kádár nevéhez kapcsolódik, de hát ez egy átmeneti dolog, hát nem fog ez sokáig tartani. Tehát az idősebb generáció az nem hitte abban, hogy ez hosszú ideig majd fönnáll. Tehát ők úgy tekintettek rá, mindig mindent pontosan számot tartottak, hogy hol vannak a földek, kinek hol vannak a maga dolgai, hogy ez majd egyszer csak el fog tűnni, hát nyilván el fog tűnni. Ezt is túléljük, mint annyi mindent? Igen, tehát igen, az volt az alapvető beállítódás, hogy a falu rendje az marad, jönnek ezek, de majd el fognak tűnni. Most volt a másik generáció, a fiatalabbak, akik próbálták ezt úgy túlélni, hogy azt mondták, hogy ja, igen, hát akkor be kell lépni a pártba, meg el kell fogadni azokat a fölkínált lehetőségeket. És ez a kettő, ez családon belül generáció közötti törésként volt ott jelen. Tehát egyrészt volt egy szembenállás, másrészt volt egy ilyen felemás kivárás, és ez a konfliktusos helyzet, amennyire én ezt most így visszatekintve már idősebb fejjel ellátom, vagy úgy gondolom, ez a 70-es évek közepe körül, és a 70-es évek második felébe tört meg, amikor már az öregek lassan elfáradtak, illetve elkezdtek eltűnedezni a faluból, és az új generáció pedig föladta azt a reményt, amit az öregek még fönntartottak, hogy ez majd el fog tűnni. Onnantól kezdve viszont egy nagy bizonytalanság állt be minden tekintetben, elvesztették a fogódzókat. Van néhány nagyon erős
politikai állítás is ebben az esszében, ismét idéznék belőle. Azt írott, hogy a háború után városba kényszerített parasztok mentalitása és kultúrája felszámolta azt a kevéske polgári Magyarországot is, amelynek pusztulását Márai előre látta, és magához hasonlítva minden mást uralkodó mentalitássá lett. A falu magához hasonlította a várost. Ezért a magyar társadalom az agresszió nyelvét beszéli ma is, az erőt tiszteli, a csendőrpofont, a kokit, a tockost, a sallert. Ugye azt írott, hogy a karhatalom, vagy a katonaság és az egyházi hatalom volt, ami kordában tartotta ezt a világot, aminek az anyanyelve mégis az agresszió nyelve lett volna. Egészen időnként mellbevágóan agresszív, nem csak agresszív dolgok történnek ebben a könyvben, hanem nagyon agresszív nyelvet beszélnek. Beszélnek a figurák a családon belül is. Igen, én így emlékszem rá, lehet, hogy másként emlékszik, de én erre emlékszem. És tehát ez egy nagyon archaikus világ volt, én nem tudom Magyarország más tájain, de azok a régiók, amelyek teljesen kívül estek mindenfajta modernizáció, mint ahol mi is laktunk, tehát ott az északkeleti peremvidék, ami a Trianon elcsatolás után az egy ilyen halott övezetté vált, de azelőtt sem volt egy centrum, aztán meg ott minden megállt. Tehát ez egy nagyon archaikus világ volt, és ahol nem voltak intézmények, mert azért a 45 előtt a csendőrség az nem volt mindenütt jelen, hanem csak csendőr parancsnokságok volt, őrsek, és akkor időnként kiment egy különítmény, és rendet tett, nagyon brutális eszközökkel, és ez nagyon erősen be is vésődött a falu emlékezetébe, a csendőr emlékezete, akkor, amikor már mindenütt volt rendőr. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk az elmúlt 20-30 évre visszatekintve, hogy én azt láttam magam körül ott abba a faluba, ami nekem a világot jelentette akkor, hogy ez egy olyan archaikus világ, amelyen minden modernizáció, az állam, bármifajta intézményes jelenléte, az csak nagyon pici nyomot hagyott. De akár a rendes vallásoknak a betüremkedése is csak nagyon felületes nyomot hagyott. Igen, ezt akartam mondani, hogy mint hogyha a bizonyos értelemben a kereszténység is lepattant volna elől a világról. Ugye például mágikus vagy babonás praktikákat gyakorolnak. Teljesen véletlenül pár hete be kellett ülnem a könyvtárba, és át kellett lapoznom a világ összes évfolyamát a Nők lapja című folyóiratból. 55-től 69-ig átlapoztam az összes Nők lapját. 60-as évek közep, 64-65 fele tudósít, pikírt hangon a Nők lapja, hogy egy Budapest környéki faluban kísérteteket látnak és rontáson, és egy kis színes riport, hogy ez hogy lehetséges, elutazik a riporter, és ott mindenki mondja nekik, hogy hát persze ez hülyeség, ez nincsen, de kérdezd meg a Marita szomszédba, mert róla mondják ezeket. Persze nem derül ki semmi belőle, de valószínűleg nagy port vert már föl a dolog, hogyha a Nők lapja is kiküld egy tudósítót, és megnézi, hogy mi a helyzet a Pest megyében a kísértetekkel 64-ben. És itt ugye nagyjából ez a korszak, és hát arról tudósít az, hogy gyakorolnak ilyen praktikákat. Igen, ez a mi családunkban ez benne volt. Tehát a nagyanyám az ilyeneket tudott. Rontásszövegeket adtak tovább, és azokat használták, meg mindenféle babona jellegű cselekvéssorokat hajtott végre az édesanyám is. Bár ilyen kicsit ironikusan, hogy hit is benne nem is, de azért jobb, ha megcsináljuk. Tehát az nem árthat. Tehát ez így működött valóban. Na most én azt gondolom, hogy az a folyamat, és ez kicsit félelmetesnek tűnik utólag is belenézve, hogy az a folyamat, ahogy a faluból ezt a tömeget, a falvakból a szocializmus alatt bekényszerítették a városokba, az ott vitte magával ezt a talaját vesztett valamit, hiedelmeket, egyáltalán azt a fajta kulturálatlanságot, ami
ami egy városi világban egészen másként jött, Debrecenbe például nyomon követhető a város történet, ezzel foglalkozik, hogy egy 50-60 ezeres létszámú városból, ami volt már valami városias, urbánus jellege, akkor ez hirtelen egy 200 ezeres várossá vált azáltal, hogy betelepítették és bezúdítottak oda egy nagy tömeget, és ez el is tűnt minden nyoma annak, hogy ez valamikor egy urbánus hely volt, hanem lett egy ilyen nagy parasztfalu, ami hát durva volt, és hiányoztak azok a emberközi közlekedésnek az elemi formái is, amelyek korábban valahogy voltak, vagy a falvakban mások voltak. Azt gondolom, igen, tehát lehet, hogy ez túlzás, de hogy valamiképpen ez a erőszak és ez a fajta értékvilág, ez vált általánosabbá. Tehát ez a fajta paraszti mezővárosi kultúra, vagy nem tudjuk, ez egy kicsit szétesve, lett aztán országos uralkodó. És van egy olyan rétege is a legénynek, ami egyébként közvetlenül visszacsatol minket a mondjuk a test problémájához. Ez mondjuk ennek a világnak az egészen elképesztően, hát ha így akarom nézni, praktikus, ha másodon nézem, szadisztikus viszonya az állatokhoz, vagy az állatvilághoz. Tehát ebben a könyvben lépten nyomon csúnyán pórul járnak állatok. Egyfajta, nem csak fogyóeszköz, de egyfajta ilyen mint amíg ilyen idegesítő dolog is volna, hogy olyan állatok is vannak köztünk, amelyek nem hajtanak közvetlen hasznot. Tehát ebben valamiféle nagyon-nagyon sprőd viszony érzékelhető a világhoz. És hát ugye azt lehet mondani, hogy a test vagy a testiség minket összeköt valamivel, az az állatoknak ugye az a képesség, hogy az állat ugyanúgy képes szenvedni, mint az ember, ugyanúgy képes a testi szenvedésre. Hát a testhez visszakötve, ez a könyv a test tapasztalatnak egy másik tapasztalata, az a fajta testhez való viszony, ami városi emberek számára, vagy a városi világban már eleve nem létezik, hogy az, hogy gyilkolni kell, hogy folyamatosan gyilkolni kell azért, hogy ne legyen túlszaporulat, meg azért, mert meg kell teremteni a napi betevőfalatot, mert az állatokat azért tartják, mert hogy meg fogják enni őket. És ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy minden állatot általában azért szeretettel gondoztak. Tehát egyszerre volt az állat a időnként az agresszió kiélésének a tárgya, de ugyanakkor szerették is mindegyik állatot. Tehát a tehenektől kezdve az apró jószágon egészen az ilyenfajta szükséges, de közvetlen hasznot nem hajtó állatokig, mint a macska és a kutya. Tehát volt egy felemás viszony, hogy szerettük is őket, de ugyanakkor, ha úgy adódott az az agresszió kiélésének a tárgya volt, akár csak a másik ember, vagy a gyerek, és mindenki, aki kiszolgáltatott és gyengébb, mint ami éppen én vagyok, azon kiélhetem a dühömet, de ugyanakkor meg azt is jelentette, hogy ezt el fogjuk pusztítani, mert minden állatnak, amelyik egy ilyen paraszti háztartásban volt, annak behatárolt életideje volt, és amikor megszületett, vagy megvették a vásárba akár a malacot, onnantól kezdve lehetett tudni, hogy ő egy évig fog élni, vagy két évig fog élni, vagy három évig fog élni. Kérdés volna, bírjátok még ezt a meleget? Egy ilyen 1-10-ig tartó skálán. Itt rohadt meleg van, szerintem, idekint. Fölolvasás sem, most én olvasok. Fölolvasok két szöveget, mind a kettő szerintem kapcsolódik azokhoz a beszélgetésekhez, amelyek elhangoztak, az egyik inkább ehhez a beszélgetéshez, a másik pedig inkább a Cucurelli-Marnóféle diskurzushoz. És hát utána rátérnék az esnek a harmadik etapjára. Az első egy dalszöveg volna, nincsen hozzá zene, ezt úgy nagyjából a Saint Martin nevű szaxofonista zenei világára lehetne elképzelni. Az a címe, hogy a díj,
az Ex-Szimpózión folyóiratban jelent meg. A kastély előtt tett le a taxi. Elém jött három kedves hostess. A szobában ott várt egy tálca szendvics, de csak keveset ettem, mert a lazac jobb lesz. Az interjú előtt még smokingot vettem, maradt egy órám a diátadóig. Vegyünk föl egy-két vágóképet a kastélyparkban, ha már így adódik. Elcsevegtem kicsit a stábbal, aztán azt mondtam, sétálnék egyet. A lomzúgásban, a fenyőmarajban, a beszédem előtt, hogy elmélkedjek. És a tópartján a lány ott ült a kezében hosszú bottal, és mosolygott a kakán, ahogy újra és újra előbukkan. Azt mondta, figyelj jól, hogy a hold alatti világ miről szól, minden ismétli önmagát, csak figyeld, figyeld a kakát. Este a kastély fényárban úszott, állva tapsolt a díszterem, és átvettem akkor az emlékplakettet, meg a 30 000 eurót, hát Istenem. Megtartottam a díszbeszédem, hogy a nyugati kultúra miért vesztes, és előkerült egy Dom Perignon, 1952-es. Gratulált mindenki, aki csak számít, meg voltak kurvára elégedve, és úgy aludtam számban a lazac ízével, mint egy Kodiak medve. És a tópartján a lány ott ült a kezében hosszú bottal, és mosolygott a kakán, ahogy újra és újra előbukkan. Azt mondta, figyelj jól, hogy a hold alatti világ miről szól. Minden ismétli önmagát, csak figyeld, figyeld a kakát. A másik egy vers volna, a jelenkor folyóiratban fog megjelenni a nyári számban. Eredetileg gyerekversnek indult, aztán ilyen létösszegző költemény lett belőle. Az a cím, hogy a Nagy Brém reggelie, vagy rövid dialógus az emberi állapotról. A Nagy Brém megjön és asztalhoz ül. Bólint majd a szervizre várva csenget, és hozzá kis láma forró lágytojást, mellé pirítóst, mellé málna dzsemmet. Ám a kis Brém, a legrosszabb tanítvány, orrával szipog, lábával kalimpál, s Nagy Brém szól, fiam, ez nem állapot. Ön úgy eszik, akár az állatok. Épp úgy eszik, akár az állatok. A kis Brém most lesunja tökfejét. Konok gömbforma pár száz szalmahajjal, s lábával veszett ütemben kapál a diszkrét csönthöz képest nagy robajjal, és erre feddőn rátekint a Nagy Brém, tekintetével azt sugalva agyrém, míg a kezében kocog, meg nem áll, a tojáshéjon az ezüst kanál. A tojáshéján az ezüst kanál. Aztán fölvéve egymás ritmusát, lába kanálét, a kanál a lábét, a fehér abrosz nézik szótlanul, míg a személyzet kitölti a kávét. Ekkor a kis Brém felszegi az állát, s tekervén egyre a szellempedáját suttogni kezd, bár hangja megremeg. Úgy érti ön, hogy némán szenvedek? Arra céloz, hogy némán szenvedek? Most a Nagy Brém egy ütemet kihagy. A tojás héján őrült hálóminta, majd a bolero ritmusára vált, és felel komor arccal rábólintva. A szenvedésnek nyelvet adni, nos hát. Ám elhallgat, mert behozzák a postát, s míg félkezével ezt lapozza át, fütyülni kezdi Ravel dallamát. Halkan fütyöli Ravel dallamát. Így ülnek hát. A Nagy Brém bal keze a reggeli friss híreket lapozza, míg a bolero ritmusát üti a lágy tojás a roncsain a jobbja. Közben egy tósztra ráharap a kis Brém, málna dzsem csöpög az állán, az ingén, és jár a lába az asztal alatt. Ültőhelyében egyre csak szalad. Halk surrogással csak szalad, szalad. És mindeközben kín sürög forog a konyha mélyén a szorgos személyzet. Ananásszelnek avatott kezek, hátszint hártyáznak, vagy fogast filéznek. Óriás languszták csattogtatnak ollót, szórják átkaik, miként egykoron jobb, hanyat heverve jégtömbök között. A szagelszívó tompán dübörög. A szagelszívó zúg és döbörög. Én Gyöngyösről származom, és nagyon örülök mindig, amikor valamiféle kultúrtörténeti összefüggésben fölbukkan a városom neve.
Szilárdnak megjelent a legutóbbi műútban egy esszéje, amely arról ad számot, hogy Gyöngyös kis híján kitüntetett helyszínévé vált a csokonai filológiának. Ugye Juhász Géza professzor 52-ben a gyöngyösi buszmegállóban hagyta el egy kofferben az összes csokonai kéziratot, amit később a szikszói cigányok visszaszolgáltattak az államnak. És ugye azt írod ebben, hogy itt kapott volna egy nagy esélyt a csokonai filológia, hogy egyáltalán megszabaduljon ettől a sok zavaró szövegvariánstól és szövegváltozattól. Nyilván ironikusan írod ezt, de félig meddig ironikusan. Mit gondolsz erről? Tehát a textus, vagy a szöveg, mint a rögzítettség, vagy rögzítetlenség, a maga a szövegtest, maga az, hogy voltak éppen a szövegnek és a kultúrának a viszonya az szintén egy ilyen mozgó vagy mobil viszony volna. Hát igen, ez egy nagy pillanat volt, hogyha eltűntek volna azok a kéziratok, akkor nem kellett volna 20 évig pogarászni őket. Textológusként mindig ezekkel a kéziratokkal kell vacakolni, és az a baj, hogy folyamatosan megváltozik a szövegek földolgozásának a módszertana. Tehát ami egyszer már elvégzett munka, és azt hittük, hogy most már megvan tisztítva a szöveg, és ott áll előttünk maga a mű, akkor az mindig befutcsol egy idő után, és újra kell kezdeni az egész tervezetet, mert közben a szövegről mást gondolnak. Ez egy furcsa tapasztalat, hogy a szerzőnek a jelenléte, miután a szerző már nincsen sehol, akkor ezt a textust a kézirattal próbáljuk ezt az űrt betölteni, és azok valami egészen furcsa tisztelet tárgyává válnak. De nem olyan viszony ez is ezek szerint, mint a testét, tehát hogy folyamatosan karbon tartod, de mindig más az a test, amiről beszélünk. Van valami nagyon érdekes hasonlóság ebbe, de igazából az a legérdekesebb, hogy tehát például elkezdődött a csokonai kiadás az 50-es években, akkor gondoltak valamit arról, hogy mi is a szöveg, és mit kell azzal kezdeni, és mi a szövegnek, a kéziratnak a viszonya ahhoz, hogy a mű státuszt hogy fogja az elérni. Tehát gondozni kell a kéziratot, hogy gondozni kell a testet, és kell vele mindenféle praktikákat végrehajtani. Aztán ebben rengeteg pénzt és munkát fektettek bele, egyfajta kritikai kiadás, módszertan és a hozzá kapcsolódó elvárások szerint végezték ezt a feladatot. És mihez befejeződött néhány éve, 2002-ben, akkorra minden fölfordult, és kiderült, hogy az egészet előről kell kezdeni. Ezek a szövegek, amelyek ott vannak a kéziratban valahol elásva, ezeknek az egész a szövegről való elgondolás az megváltozott, és elő kell venni újra a kéziratokat. És amikor újra elővettük a kéziratokat, akkor kiderült, hogy a szövegek, amelyek már úgy tűnt, hogy megnyugtató módon megvannak, méghozzá kritikai állapotban megtisztítva, azok mind összeomlottak, és akkor el kellett kezdeni a kéziratok közötti viszony újra gondolását. Már hogy összekötötték őket, szétszették, újra összekötötték. Tehát voltak egybetartozó kézirat kötegek, amelyeket az akadémiába egyszer valamikor gondoltak az 50-es években egyet, és újra rendezték így méret szerint, hogy akkor a kicsik egy helyre, a nagyobbak egy helyre, és akkor ilyen kollégátum köteteket hoztak létre, de ezzel eltűnt az eredeti rendszer, ami valamikor a csokonai hagyatékban még benne volt. És akkor most elkezdődött az a munka, hogy akkor visszaállítani azt a kötegrendszert a hagyatéknak, tehát a csokonai által elkészített különböző rendszereknek a rekonstrukcióját, és ezzel együtt a szövegek közötti, a képpontosabban először is a kéziratok közötti belső viszonyok átrendeződtek, újra láthatóvá váltak olyan összefüggések, amelyek menet közben, amikor szét voltak egymástól választva, akkor azok eltűntek, és most újra láthatóvá vált, hogy van egy szerzői lenyomat, egy valamikor a szerző által a
kézirat rendjében, vagy azáltal üzent belső logika, amelyet ha újra rekonstruálunk, akkor a szövegek között összefüggés is más, arról nem is beszélve, hogy a kéziratokkal való bánásmód, mert hogy itt azért vannak nagyon bonyolult dolgok, hogy másolatok, másolat, amit a szerző javított, és így tovább. Most már nem olyan egyszerűen megoldható az, hogy mi a főszöveg, és ezt az egész visszamenőlegesen újra írandóvá teszi ezt a történetet. A te költői praxisodban is és tetten érhető az, hogy azzal a mozgástérrel próbálsz dolgozni, ami egy szövegnek, jönnek a szúnyogok, ami egy szövegnek a nagyon, nagyon apró és nagyon finom, amit egy szövegnek a nagyon apró és nagyon finom elmozdítása eredményez. Ugye a Testhez című kötetedben, ez a Ódák és legendák című kötet, itt létező női traumatörténeteket, létező szövegeket, mások által lejegyzett szövegeken hajtasz végre apró módosításokat. Ugyanezt csináltad a például többek között a Fény a magasból című gyerek könyvben is, ugye a gyerekkönyvnek lehet nevezni, ahol a bibliai szövegen hajtotta végre nagyon-nagyon apró módosításokat, és ezáltal, hogy mondjam, az egész anyag, mint talált tárgy, vagy alapanyag egészen más fénytörésbe került. Tehát bizonyára a filológusi munkának is köszönhető, hogy nagyon, amikor egy kézirattal dolgozunk, akkor kiderül, hogy egészen pici elmozdulások, hogy pici elmozdulásokat végrehajtva egy szövegen valami egészen más összefüggésrendet teremt, vagy hoz létre. Ez a fajta gyakorlat az, ami a Testhez című könyvnek ezekkel az átirataival való foglalkozás közben is érdekes volt. De még inkább érdekes volt az, hogy vannak a traumatörténetek, amiben valaki beszél, és az ő beszédét megpróbálni kisajátítani úgy, hogy ennek a ritmusát megváltoztatni. Tehát van egy elmondott női történet, amelyet valaki átért, ez nyilván nem a, tehát ez egy elhangzott hangzóanyagnak az átirattaként jött létre, és hogy ennek adni egy ritmust, tehát azt a minimális költői belenyúlást végrehajtani, hogy legalábbis egy ritmust adni a szövegnek, és azzal a beszélő pozíciója kimozdul a helyéről. Tehát ugyanazt lehet végrehajtani egy talált szöveggel, egy talált tárgyként létező szöveggel, mint amit a költői szöveg létrehozása közben az beleért beszélő csinál. Tehát az, hogy attól válik példánokokáért egy szöveg, ez innentől kezdve már nem olyan érdekes, attól kezdve válik igazából poetizált szövegé, hogy egy belső ritmust kap, akármilyen legyen az a ritmus, hogy ilyen vagy olyan, vagy amolyan rend szerinti ritmus legyen, a szóritmus, vagy egészen a szótagok szintjén működő ritmus, de hogyha ez megtörténik, onnantól kezdve már nem a eredeti beszélő lesz benne, hanem valaki más fog megszólalni benne, egy saját belső beszéd pozíció keletkezik. Na hát ennyi volt csak, amit végre... Engem azért érdekelne, mert annak idején ezen a műcsarnoki beszélgetésen arról beszélt, hogy te olyan költészetet akartál művelni mindig is, ami szembe megy a nagy vers, vagy a szép vers, vagy a, hogy mondjam, az antológia darab megalkotásának az igényével. Ugye egészen pontosan olyanokat mondtál, hogy nem egy verset csinálni, hanem sokat, és nem szépet, hanem másfajtát, ahol a hasonló versek egymás utánja hoz létre valamiféle mintázatot. És amit akkor nem kérdeztem meg, de most megkérdeznék, hogy itt akkor ugye azzal is történik valami, amit hagyományos értelemben, vagy mondjuk egy ilyen nyugatos újholdas poétika nyomán személyességnek neveznénk, vagy költői személyességnek? Hát föltehetőleg igen. Tehát
azzal, hogy az a fajta beszéd pozíció eltűnik, ami a no, hát ez megint egy nehéz kérdés, és nehéz a végére jutni. De hát azt gondolom, hogy igen. Tehát onnantól kezdve, hogy nem osztjuk azt a fajta líra fogalom által a beszélőnek tulajdonított pozíciót, amit elvár ez a hagyomány, hanem széttartó szövegekké válik, onnantól kezdve persze természetesen ez nem illeszthető bele, nem tudom, hogy ez személyes vagy személytelen, vagy mit jelent ez a változás. Én azt szerettem volna csak elírni, hogy a jól hangzóságnak és a szépségnek azokat az elvárásait, amit még akkor úgy valamelyest működni lehetett látni a 80-as évek vége felé, hogy ezt nem osztani. De hát ugye ehhez a versezményhez mindig hozzátartozik egy figura, ugye egy költői, egy megformált költői alak, aki beszél a versekbe, akit ugye oda lehet érteni a versek mögé, akit mondjuk korszakolni lehet, akiből, hogy mondjam, feleltetni lehet belőle, hol járt Petőfi Sándor ekkor meg akkor. Tehát, hogy mint hogyha ugye itt ez a fajta költői perszón nagy átalakul, hogy valami más történik ezeknek a verseknek a révén, ezzel a figurával, nem? Minden bizonnyal. Hát nem tudom. Tehát az, ami irritáló volt nekem, az a tehát fiatal költőként akkoriban engem különösen irritált, amikor József Attilát, tehát azt a fajta József Attila szövegeknek azt a fajta használatát lehetett tetten írni, ami tehát ilyen szent szövegként és memoriterként mindenfajta gondolatnak a vezérfonalaként így fölbukkant. Tehát van valami, amit amikor akár egy értelmiségi társaságban beszélgetünk, és akkor valakinek beugrik egy József Attila sor, és az egy kóddá válik, hogy onnantól kezdve a közös nyelv megteremtődik. Tehát tudod, mire gondolok, nem tudom pontosan elmondani, hogy mit akarok mondani, de eszembe jut egy József Attila citátum, és akkor az már lehetővé teszi, hogy egy közös nyelvet, vagy egy fogalmi keretet hozzon létre. És akkor ez engem, nem tudom, hogy miért, de ez végtelenül irritált, hogy a költői szöveg nem arra való, gondoltam én, nem arra való, hogy az egyes embernek a beszéd képtelenségét, vagy valami fajta ilyen konszenzus keresését, vagy egy közösségteremtésnek az apropójáként szolgáljon, hanem hogy éppen, hogy egy költői szövegnek, azt gondoltam én akkor valószínűleg tévesen, az a dolga, hogy azt a fajta automatizmust, amit érzékeltem ebben, azt lerombolja, hogy abból visszavegyem. Nagyon meleg van már, és már nagyon sokat beszélgetünk, de ezt az egyet még megkérdezném, melyiket a múltkori beszélgetés is ezzel zárult, egy ilyen gyors kérdéssel. Hogyha József Attiláról beszélünk, mint egy ilyen köznyelvről, vagy egy ilyen nagy kötös hagyományról, és akkor te eléggé kemény szavakkal illetted Pilinszky Jánost, aki ugye a József Attilai hagyománynak egy fontos tovább gondolója, hogy mi is a baj pontosan Pilinszkyvel? Hát az, hogy jó költő volt. Nagyon jó költő volt, és hogy nagyon koncentráltan tudott valamit fölmutatni, ami a 19.-20. századi költőnek a Tehát ez az a fajta türelmetlenség, hogy van egy ilyen hihetet, a József Attila is, meg Pilinszky is, hogy egy ilyen nagyon-nagyon masszív, nagyon erős alak, aki útban van. Tehát, hogy túlságosan nagy és túlságosan masszív ahhoz, hogy elállja az utat. Alapvetően ez a türelmetlenség volt benne, de azt gondolom, hogy tehát
amit az előbb próbáltam mondani, és nem biztos, hogy jól el tudom mondani, hogy én azt gondoltam, hogy a költői nyelv, a költői szöveg, a költészet csinálása az arra való, hogy éppenséggel a szabadságot és a nyelv által új jelentések teremtését tegye lehetővé. Most amikor egy költő olyan erőssé válik, hogy ő lesz mindig, ami eszébe jut az embernek valamiről, és mindig hozzá kell visszahátrálni, akkor az már akadálya annak, hogy lehessen költészetet csinálni. Tehát, hogy van egy nemzedék, a 70-es, 80-as éveknek a nemzedéke, akiknek, hát nekem is, ott van a fejemben az egész József Attila, de én ezt elfogytam, és nem mondom ki, amikor ezek a helyzetek vannak épp ezért, mert a 80-as években, amikor én egyetemista voltam, mindig olyan társaságokban kellett, vagy voltam, ahol folyton ezek előjöttek, és végtelen idegesítő volt, hiszen az azt jelenti, hogy akkor ez már meg van csinálva. Tehát, hogy a költészet az le van zárva, valamiképpen ez be van fejezve. Mondjuk Pilinszky mindent, amit a katolikus költészetben lehetett mondani, akkor már el is mondta, és akkor jó, hát kalapkabát. Köszönöm szépen. Arra kérlek, hogy egy rövid részletet még zárásképp olvas fel a könyvbe, és akkor a beszélgetés esetleg folytatható majd odakint kisebb társaságban. Tehát, hogyha valaki még... Valaki biztos, hogy én olvassak fel, ne olvassak fel, ugye? Ne. Egy rövid részletet. Csak az az igazság, hogy én nem szeretek felolvasni. Ezt nem tudtuk. A nővérem az egyes, én vagyok a kettes. Ez az én számom, a kettő. A nővérem a nagy, ő a lány, én vagyok a fiú. Az öcsém a hármas, ő a kicsi. Így szólítanak bennünket. Rőszöljétek a kicsit, mondja anyám. Vagyis ringassuk és altassuk el. Számolom a ringatásokat. 1, 2, 3. Ezek az első számok, amelyeket megtanultam. 10-ig már tudok számolni. A tojásokon gyakoroltam. Nem szokott 10-nél több tojástyúk lenni. Anyám mindig megszámoltatja velem a tojást, hogy a tyúkok aznap hányat tojtak. Reggel megtojózza a tyúkokat, egyekként dobálja ki a tyúkolból őket, bal kézzel összefogja a két szárnyukat, magához szorítja, és a jobb mutató ujjával benyúl a tyúk segébe. Már ott várakozik a tojás, ki lehet tapintani ujjal. Megszámolja, hogy hány fog tojni aznap, és nekem elő kell keresnem mindegyiket estig, mire lemegy a nap. Télen nagyon kell sietni, mert hamar sötétedik. Ha nincs annyi, amennyit anyám számolt, akkor veszekszik velem. A nővéremnek más dolga van, vele másért szokott veszekedni. Délre megtojnak a tyúkok. Ebéd után kezdem keresni. Tudom már, hol szoktak elbújni, mert el akarják rejteni. Nem kotlósok, nem ülnek rajta, csak elrejtik. A kazalba, a farokás alá, a fészer mögé. A tojó ládába csak néhány ül be, pedig oda van nekik készítve. Egy ideje már nekem kell megcsinálni a tojózást is. Hány ingerem van, mert tyúkszoros az ujjam. A körmöm szélébe beeszi magát, hiába mosom. De az benne a jó, hogy anyám nem tudja, hogy aznap hány tojás lesz. Mindig egyel kevesebbet mondok. Ha mégis több, egyet elteszek másnapra. Egyet mindig elteszek tartaléknak másnapra, így anyám nem tud veszekedni. Biztos, ezt szokta kérdezni. Látszik rajtam, hogy hazudok. Amikor 7 tojás van, annak örülök. A 7-es számot szeretem, meg a 3-at. Ha összeadom, pont 10-et kapok. Eddig tudok elszámolni. Köszönjük szépen.